Két azonos inga között a csavarrugó jelenti a csatolást. A csatolás erőssége a rugó erősségén múlik. Az ingákat indítsuk el úgy, hogy kitérésük nagysága azonos, irányuk ellenkező legyen. Az így kialakult ellenütemű lengésnél figyeljük meg, hogy a csavarrugó hossza változik, mégsem közvetít energiaváltozást. Milyen kapcsolatban áll ez a megfigyelés azzal, hogy a csavarrugó közepe mozdulatlan marad? A tapasztalat szerint a frekvencia nagyobb lesz az egyes ingák független lengésének frekvenciájánál.